Tök vicces lehet, hogy neked állandóan megy a hasad, meg a kollégáid tök jól trögnek ezen, hogy te vagy a kis hasmenéses, de egyébként meg nem vicc. Ha rád jön napközben, bent a központba, ha mehetnék, hova mész el mosdóba, egy faluba, vagy egy kisvárosba, nincsenek, tehát vidéken még fizetős WC-k sincsenek. Május 19-e az IBD-vel, vagyis a gyulladásos bélbetegséggel élők világnapja, úgyhogy erről szól a mai kicsit rendhagyó. De mielőtt belevágunk az interjúkban, nem mehetünk el amellett a hír mellett sem, amit láttatok már Instán és Twitteren, hogy én lettem az OncoVR egyik nagykövete. Az OncoVR az a csapat, akik elsősorban tartósan kórházi kezelés alatt álló kölyköknek fejlesztenek VR játékokon alapuló kiegészítő terápiát. A következő 4 hétben bőven fogtok hallani róluk. Már felvettük a jövő heti podcast adást, elkísértem őket egy foglalkozásra a szociálisan hátrányos helyzetű gyerkőcökhöz, amiről mindjárt jön majd a videó, és természetesen már javában íródik a kampánydal. Addig is megtaláljátok a nagyköveti linkemet a videó alatt. Köszi, ha megnézitek és bedobtok egy kis pénzmagot a kalapba, mert jó helyre megy. Na de térünk vissza az IBD-re. Ez az emésztőrendszert érintő gyulladásos autoimmun betegségek, tipikusan a Crohn betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás gyűjtő neve. Egy elég fos téma, amit a jellegéből adódóan rengeteg tabu övez. Ma ezeket döntögetjük egy picit, illetve ez döntögeti nem sokára egy humoros kampány és egy nagy biotech gyógyszercég a Bristol Myers Squibb támogatásával. Itt Cseppella Oliver képregényei mennek majd egy utazó kiállításra, ne húzd le az idődet a WC-n címmel. Ebben mondjuk valószínűleg jócskán benne van Vitáris Iván keze is. Azért gondolom a rákos kiskutyákra sokkal könnyebb lett volna kampányt építeni. Igen, szóval hogy én azt érzem, hogy szerintem így most jól leválik ez az egész, az ilyen általánosabb, ilyen betegségekkel, vagy gyógyszerekkel, vagy kezelésekkel kapcsolatos ilyen kampányokról. Mondjuk ez egy társadalmi célú dolog inkább, tehát hogy ez nem azt reklámozza effektív, hogy most ez vagy az a gyógymód van, hanem arról szól, hogy itt van közöttünk ez a betegség, és foglalkozni kell vele, nem tabuként kezelni. Nagyon profin kinézek, hogy ne húzd le az idődet a WC-n, mert nem emlékeztem pontosan. Az elég baj. Miért pont ez? Azért, mert gyakorlatilag a betegek annyi időt töltenek el a WC-n, hogyha nem kezeltetik magukat, hogy effektívek számíthatóan nagyon sok idő megy el azzal, hogy ülnek a WC-n. Igen, és sok YouTube videót tudsz nézni a WC-n, stb. Tehát lehet, hogy... Hát ez benne van. Igen, csak például az egyik képregényes sztoriban ez van, hogy a koncertet nézi a WC-n, csak hát azért jobb ott lenni, nem? Tehát, hogy a pillanatokban... Tehát ki lehet használni az időt jó dolgokra, de ez egy kényszer, hogy ott kell kihasználnod az idődet, és ez nem normális. Mielőtt az orvosi tényezőkre rátérünk, egy kicsit hangolódjunk a betegek életére. Nekem van érintett ismerősöm, ő azt mondta, hogy egy szuper képességet kapott a betegségének köszönhetően. Mindig, minden helyzetben tudja, hogy hol van a legközelebbi WC. Úgy nem indulsz el, hogy nem tudod előre, amíg tömegközlekedsz, melyik metró megállónál van fizetős? Így hol van meki? Burger King. Építőiparban dolgoztam 12 évig, és hát tudjuk, hogy azért egy ilyen építési terület, vagy egy olyan helyszín, mint egy magánháznál, akkor ez mennyire jár olyan kellemetlenségekkel, mint hogy egyrészt, hogy ott old meg a problémádat, másrészt, hogy bekéreckedjél, és akkor ez egy ilyen frusztráltságot okoz az emberben, amitől még jobban előjön ez az egész. Régen voltak ilyenek egyébként, hogy csak azért nem vállaltam el mondjuk azt, hogy elmenjek egy egyhetes fesztiválra, mert az mondjuk túlmutat azon a komfort érzeten, hogy tudjuk milyen egy fesztivál, tudjuk milyenek a tojtojok. Az például okoz egyfajta hátrányos helyzetet, hogy amikor megpróbálnál úgy kibillenni a komfortzónádból, viszont maga a betegség nem fogja megengedni, mert ő nem fogja azt végig gondolni, hogy neked most van lehetőséged mosdóba menni, vagy nincs. Mondjuk egy 60-80 fős irodában van 2 női mosdó, és te neked egy nap 6-8 napközben ki kell menned, mert hasmenésed van, ez zárt, és nem volt szagászívó. Szerinted ez mennyire kellemetlen? Tehát, hogy ez nem egy jó dolog. És itt jön az, hogy el kell fogadtatni a többiekkel. Én abszolút próbáltam poénosan. Tehát, hogy amikor már mentem, mondtam, hogy fél óráig ne utánam. És amúgy a kampányban is azért a humor, tehát azt gondolom, hogy a humor az életünk része kell, hogy legyen, mert
bevallva, van olyan, hogy becsusszant. Tehát, hogy nem mindig tudta az ember tartani, holott az áróizmok mondjuk rendben vannak, de nekem is volt én időszak. Ha ezt nem humorral kezeljük, akkor nem lehet túlélni. Ezt meg tehát, hogy ez nagyon fontos. Engem például a műtétek után egy elég mély pont érte el, főleg úgy, hogy fél éven belül 3 olyan radikális műtét volt, amiből azért tényleg nehéz felépülni is. De vannak mélypontok, és más betegtársaknak a tapasztalataiból szerintem könnyebb úgymond így megnyugvásra lenni, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. A végbél műtétem volt, tehát hogy nekem a belem nekem egybe van. Most már az X-edik biológiai terápián vagyok, de mondjuk az elmúlt 10 éve biológiai terápiát kaptam, nekem egybe van a belem. Az én példám pedig az, hogy a műtét az már a legvégső utáni megoldás, mert hogyha tehát hogyha én hamarabb kezdtem volna ezzel foglalkozni, akkor nem vezetett volna idáig az út, hanem lehet, hogy gyógyszeresen lehetett volna ezt így megelőzni, kezelni. Elég sok belet távolítottak el, meg kiderült, hogy volt egy luk a gyomromon, tehát hogy ez már tényleg az a szélsőség volt, amikor fölébredsz a műtét után, és azt mondják, hogy igazából magának 2 hónapja lett volna hátra az életéből. Mondhatjuk azt, hogy nekem most lenullázták, tehát hogy én kaptam egy ilyen resetet, hogy akkor kezdhetem előről, tehát van egy lehetőség, de ahhoz tényleg az kell, hogy akkor oda kell figyelni bizonyos dolgokra, a táplálkozásban, a hétköznapokban, ugye a lelki életben, hogy sokkal nyíltabbnak, befogadóbbnak kell lenni, nem kell magunkba tartani a problémáinkat, és szerencsére ugye mióta ezen így átestem, most az elmúlt 1,5-2 évem az tényleg úgy telt, hogy úgymond ilyen harmonikusan, tehát hogy nem ilyen spirituális harmónia, hanem ez a testi harmónia, hogy meg tudtam békélni ezzel, meg tudtam róla beszélni. A stresszt az IBD betegek nagy része megtanulja kezelni, mert hogy tudja az ember, hogyha elkezdek stresszelni, akkor biztos, hogy 2 napon belül megint felerősödnek, vagy előjönnek a tünetek. Tehát, és ezt most már azért a legtöbben tudatosan, mondjuk a Gergő esetében lehet, hogy ez 1,5 év alatt rájött, de van olyan beteg, akinél mondjuk ez 10 év, mire rájön, hogy itt ez nem fogunk ettől meggyógyulni, de azért oda lehet magunkra figyelni, ahogy Gergő is mondta. Ha eljutottál ideig a videóban, akkor gondolom már végig googlisztad, hogy te is tuti, hogy IBD-s vagy. Tudtam, úgyhogy ezért kérdeztem meg róla egy gasztroenterológus szakembert is. Honnan tudja ezt az ember, hogy nem csak a kínai volt rá hatással, hanem valami komolyabb betegsége van? Mikor kell elmenni orvoshoz? Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan figyelmeztető jelek, amit az embernek be kell vallania magának, hogy ha fogy, ez azt jelenti, hogy a testsúlyának több mint az 5%-át elveszíti 3 hónapon belül, ez egy figyelemfelkeltő jel. Ha valakinek indokolatlan hasmenése van, ha naponta 5-6-szor megy el, nem tudja átaludni az éjszakát, mert éjszaka is fel kell kelni, ez egy mindenképpen egy alarmírozó jel. Ha véres lesz a széklete, akkor nem kérdés, hogy ezt ki kell vizsgáltatni. Milyen vizsgálatok jöhetnek szóba? Ez az, amitől legtöbben megijednek? Tehát végbéltükrözés, meg ilyesmit kell gondolni? Sosem az endoszkópiával kezdünk. Nyilván kell egy általános orvosi vizsgálat, amit vagy a házi orvos, vagy a gasztroenterológus elvégez. Kér utána székletvizsgálatokat, laborvizsgálatokat. Ugye alapvető különbség a két betegség között, hogy a kolitis ulceróza vagy fekélyes vastagbélgyulladás csak a vastagbelet érinti. A Crohn betegség pedig a szájnyílástól a végbélnyílásig. Így a fekélyes vastagbélgyulladás esetén elegendő csak a vastagbelet sokszor megnézni, nincs egyéb vizsgálatra szükség. Ugyanakkor egy Crohn beteg biztos, hogy átesik a tükrözés mellett egy vékony bél CT-n vagy MR vizsgálaton is, és nagyon sokszor még gyomortükrözésen is. Arra vannak tippek, hogy mi válthatja ki ezeket, mi okozhatja, mert eddig, ahol próbáltunk utána járni, mindenütt az volt, hogy ismeretlen eredetűek. Így van, ez az ismeretlen eredetű fogalom, csak... Igen, ez egy nagyon jó gyűjtőfogalom. Van egy genetikai háttér is, vannak külső környezeti tényezők, nyilván vannak pszichés hatások. Most egyre inkább a kutatások fókuszába kerül a bél mikrobiom, tehát a bélflórának a hatása. Nincs egyetlen egy olyan ok, amit tudnánk, és így
időben ki tudnánk szűrni a veszélyeztetett populációt, és meg tudnánk gyógyítani a betegséget. Viszont ez a terápiát is megnehezíti, nem? Tehát, hogyha nem tudjuk a pontos okot, akkor hogyan tudnak neki élni? Így van. Véglegesen meggyógyítani senkit nem tudunk. Tehát nincs olyan krónbeteg, aki 2 évig kap gyógyszeres kezelést, és akkor utána megszűnik a betegség, ez élethosszíglan tart. De azt tudjuk elérni, hogy a kezeléssel ugyanolyan életminősége legyen, mint egy egészséges embernek, ugyanúgy dolgozhasson. Sőt, ma már olyan elvárásaink is lehetnek, hogy akár az endoszkópos képe is, vagy az endoszkópia során vett szövettani minta képe is ugyanolyan legyen, mint egy egészséges bélrendszeré. Kik érintettek? Bárki? Igazából kortalan az IBD, nyilván a fiatal felnőtt kori előfordulása a leggyakoribb, de nem ritka 65 éves kor felett sem, és nem ritka sajnos már egészen pici gyermekkorban sem. Igen, ez a kulcs. Az IBD kortalan. A végére egy fun fact, bár valószínűleg sokan kiszúrtátok, hogy Gergő a bakancskoptató mögött álló srác. A magánéletemet ugye egy kicsit így a közösség elé helyeztem, próbálok jó példát mutatni a túrázáson keresztül, meg azon át is, hogy az emberek foglalkozzanak magukkal. Na, így lett teljes. Közben készülnek az onkoviáros témák, alakul egy kifejezetten Lackó gazda adás is, meg reggel megyek egy Palusz videótékes forgatásra, de ez még titkos. Úgyhogy rövidesen találkozunk, iratkozz fel, nyomjál csengőt, és legyen szép napod! Hello!